A borongos őszi időjárás sem akadályozta meg a huszárokat abban, hogy felhúzzák a nemzeti lobogót a Deák téren. Az ünnepélyes zászlófelvonás után az 56-os emlékkertben folytatódott a program, ahol a politikai pártok, civil szervezetek, iskolák és egyesületek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait. Mert a barikádnak csak két oldala volt. Dénes Sándor polgármester emlékbeszédében elmondta, 1956. október 23-án a magyar nemzet egy testként és egy lélekként nőtt túl önmagán, lépett túl az idő folyásán, a kétségességen, és a világ történelem öröklapjára írta fel a nevét. A barikád másik oldalán viszont azok voltak, akik a gyávaságuk mögé bújtak, és saját hatalmuk biztosítása érdekében idegen megszállókat hívtak a magyar nemzet ellen segítségül, és akikből később a megszállók hű kiszolgálói lettek. Több mint 6 évtizeden keresztül folyamatosan bűntudatot tápláltak hazánk idegen érdekek szolgálatába szegődött vezetői, és még olykor ma is vannak olyanok, akik ezt teszik. Az emlékbeszéd után a Nagykarizsai Szakképzési Centrum Túri György szakképzőiskolájának diákjai adtak ünnepi műsort. Nem volt semmink. Mindent be kellett szolgáltatnunk. Elvitték a kenyerünket, a kukoricánkat, a disznónkat, be kellett szolgáltatnunk a tejet, tojást. Nem lehetett tovább azt hazudni, hogy emelkedik az életszínvonal. Nem lehetett tovább hazudni, hogy nálunk legfőbb érték az ember. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés este is folytatódott. Az időjárás miatt a fáklyás felvonulás elmaradt, de a kórház kápolnában, gondolatban minden kanizsai helyszínt végigjártak.